közlekedők régi vágya teljesült, felújították az Aradi utcát. Bután gáz ömlött ki katasztrófavédelmi gyakorlat Orosházán. Az Operett Színház művészével beszélgettek, Simon Boglárka a terefere vendége. Jó estét kívánok! Önök az Orosházi Városi Televízió szeptember 28-ai pénteki hírműsorát látják, jövünk a részletekkel. Befejeződött a nagyforgalmú Aradi utca felújítása Orosházán. A beruházás a terület és településfejlesztési operatív program keretében jött létre. Az itt élők és közlekedők régi vágya teljesült a jó minőségű út elkészültével. A terület és településfejlesztési operatív program keretében több milliárd forintos útfejlesztést hajtanak végre Békés megyében. A beruházásban érintett a hosszú ideje felújításra szoruló Orosházi Aradi utca több mint egy kilométere is. A város határától a Bajcsi-Zsilinszky utcai körforgalomig tartó szakaszon újult meg az Aradi utca és a folytatását képező Földvári út. Nem csak új burkolatot kapott, de az útpatkát is rendbe tették, ahol eddig nem volt, ott elkészítették. 2010-ben, amikor ide kerültem országgyűlési képviselőnek, akkor már Dancsó József képviselőtársammal célként tűztük ki, hogy az Aradi utcát mindenféleképpen fel kell újítanunk, ugyanúgy, mint a Luther utcát, ugyanúgy, mint hogy a kerékpárutakat fel kell újítanunk, sőt, újakat kell kiépítenünk, és ma már elmondhatjuk azt, hogy egy része már a munkátoknak elkészült, mint például a mögöttünk található Aradi út, ami most már ki az Orosháza határáig, egészen a körforgalomig elkészült. Megtudtuk, a következő időszak útberuházásai közt Orosháza vonatkozásában elsőbséget élvez a Szentesi út, illetve a Szarvas felé vezető út felújítása is. Mindkét esetben elindultak az egyeztetések a kényelmes és biztonságosabb közlekedés érdekében. Az orosházi és tótkomlósi házi orvosi körzetek bevonásával működő praxis közösség tevékenységéről tartottak sajtótájékoztatót a polgármesteri hivatal kistermében. Bojtor István alpolgármester és dr. Patvaros Áron ismertette a praxis közösség céljait és tartalmát. Rendben, készen is vagyunk. 2018 áprilisában kezdődött meg az Európai Unió és Magyarország kormányának támogatásával az a projekt, melynek keretében az alapellátást végző házi orvosok és egészségügyi szakemberek együttműködő hálózatát alakították ki. A praxis közösség részleteit sajtótájékoztató keretében ismertették szeptember 27-én a polgármesteri hivatalban. A praxis közösség azt jelenti, hogy a kollégáimmal együtt, aki ezen a prospektuson rajta vannak, plusz szolgáltatást biztosítunk a hozzánk bejelentkezett lakosságnak. Egy kérdőíves felmérés, amit már említettem, felmérjük az egészségügyi állapotát, és annak megfelelően tovább irányítjuk az adott szakemberhez. A projekt 9 házi orvosi, köztük egy gyermekorvosi praxis közösségi együttműködését valósítja meg az orosházi járás területén, 7 orosházi és 2 tótkomlósi körzetben. Összesen 16.646 fő egészségügyi ellátását biztosítja. Dr. Patvaros Áron, a Szentetornyai körzet házi orvosa és egyben a projekt szakmai vezetője kiemelte, a projekt azért jött létre, hogy a lakosság az eddiginél szélesebb körben juthasson hozzá a különböző egészségügyi szolgáltatásokhoz, megteremtve a lehetőséget az egészséges életmód szélesebb körben való elterjesztéséhez. Nagyon szeretnénk, hogy azok a tapasztalatok, amelyekkel elindítottuk ezt a projektet, azok és azok a visszajelzések, amelyek majd azt a 17 ezer embert fogják kiszolgálni, amelyről beszéltünk, azok pozitívak lennének, és további sikereket érne el a projekt. Az elnyert támogatásból a praxis közösség szakemberei szakmai továbbképzéseken vehetnek majd részt, új orvosi és új informatikai eszközökhöz is jutnak. Nagy mennyiségű cseppfolyós butángáz ömlött ki egy vagonból, az ebből kialakuló gázfelhő pedig elindult a város felé. Ennek a feltételezett vészhelyzetnek az elhárítását gyakorolták a Guardian Orosháza Kft. Üveggyárában szeptember 25-én. Katasztrófavédők, rendőrök, a mentőszolgálat, a közműszolgáltatók és közlekedési társaságok, a polgármesteri hivatal, illetve a Guardian Orosháza Kft. Szakemberei tartottak megbeszélést a szeptember 25-i gyakorlat előtt. Egy feltételezett vészhelyzetet szimuláltak, a Guardian síküveggyár üzemében bekövetkezett butángázömlés esetére kidolgozott, külső védelmi terv teljes gyakorlatát hajtották végre. Ilyen teljes gyakorlatot 3 évente hajtunk végre itt az önkormányzattal közösen, Orosházán. Egy úgynevezett veszélyes övezetben, kijelölt területen különböző tevékenységeket hajtunk végre. Dávid Zoltán polgármester köszöntőjében elmondta, hogy az ilyen jellegű gyakorlatok fontosak, hiszen amikor baj van, már nincs idő tétovázni, mindenkinek tudnia kell a dolgát.
A forgatókönyv szerint kedden 10 óra 25 perckor érkezett a bejelentés, hogy egy butángáz tartalmazó vasúti vagon lefejtése közben tömlőszakadás következett be, a kiszabadult gázfelhőt a szél a lakott terület felé vitte. Ezután életbe lépett a külső védelmi terv, az orosházi hivatásos tűzoltók biztosították a szikramentes környezetet, a katasztrófa védelmi mobil labor szakemberei gázkoncentrációt mértek. Ezeket az égető gázokat, meg a mérgező gázokat tudunk nézni. Itt a szélirány, itt a terjedésnek az iránya, és ez pedig egy dózismérő. Mindeközben a rendőrök és a közterületfelügyelők gondoskodtak a lakosság tájékoztatásáról, riasztásáról és a veszélyeztetett terület zárásáról. Haskó György szerint a külső védelmi terv egyik fő feladata is ez volt. Ha a lakosságot megismertetjük a veszélyforrásokkal, és mondjuk előzetesen ők tudják az ehhez kapcsolódó magatartási szabályokat, hogy mit tehetnek meg elzárkózás kimenekítés során, akkor szinte lenullázódik az ehhez kapcsolódó balesetek száma. Az üzem közelében található Cina iskola egyik osztályát busszal a Táncsics gimnáziumba szállították. Az intézmény kisebb tornatermében az ágyak már várták őket. Ezzel azt gyakorolták a katasztrófavédelem szakemberei, éles helyzetben hogyan működne a környék kiürítése. Annak az esélye, hogy egy ilyen helyzet kialakuljon, rendkívül alacsony, de szükséges, hogy felkészüljenek ezekre az esetekre. Haskó György elmondta, hogy a polgármesterrel közösen megfelelőre értékelték a gyakorlatot. Nem mindennapi versenyt láthattak a lovassportok szerelmesei szeptember 23-án. A 4. nemzetközi rendőrlovasverseny eseményeire Orosházáról is érkeztek érdeklődők Mezőhegyesre. A készenléti rendőrség szervezésében múlt vasárnap rendezték meg a 4. nemzetközi rendőrlovasverseny a Mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság ZRT versenypályáján. A szlovák, szerb és a lengyel rendőrség képviselői mellett az Országos Polgárőrszövetség, a Hajdú-Bihar megyei rendőrfőkapitányság, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság, valamint a készenléti rendőrség lovas rendőrei mérték össze felkészültségüket. A leglátványosabb száma délutáni összetett akadályverseny volt. A pálya építői gondoskodtak róla, hogy a versenyző rendőröknek és négylábú társaiknak mindent be kelljen mutatni, amit ebből a szakmából csak lehet. Kezdve a vizes akadályokkal, ahol kellett szárazról vízbe, vízből vízbe és vízből szárazra is akadályokat ugratni, de volt a pályán lövészet, tömegoszlatás imitálása, 120 centis dobogó, amelyre 3 lépcsőn kellett a lovaknak felmenni, és az építetteken kívül jó néhány természetes akadály. Ennek a nemzetközi versenynek az a célja, hogy leginkább Közép-Európában és európai szinten el tudjuk helyezni a saját magunk lovas szolgálatát, illetve a lovainkat, hogy milyen képességszinten állunk a többiekhez képest, és így a saját magunk munkáját is tudjuk értékelni. Emellett egy szakmai találkozó, meg tudjuk beszélni, hogy hol milyen feladatok vannak, hol milyen lehetőségek, és természetesen egymás lovait is nagyon figyeljük. A látottak meggyőzhettek mindenkit a magyar lovas rendőrök magas képzettségi szintjéről. Elég, ha csak Makár Henriett a törzsőrmester és lova úttörő délutáni versenyét megnézték. Nagyszerűen és szinte magától értetődő természetességgel robogtak végig a nehéz pályán. Gyermekkorom óta lovagolok, előtte ugye már a rendőrségnél dolgoztam, egy másik részlegen, és akkor egy régi vágyam volt, hogy én mindenféleképpen lovasrendőr szeretnék lenni, és akkor hosszú várakozási idő után sikerült átkerülnöm a készenléti rendőrség lovasalosztálya állományába. Ritkán látható és élvezetes versenyt láthatott a szép számú közönség. A rendőri akadályverseny kategóriájában az élen a szerb Mladen Zsivkovics végzett, a dobogó második fokára a lengyel Karol Moleda állhatott fel, a harmadik helyet pedig Makár Henriette rendőrtörzsőrmester, a készenléti rendőrség rendőre szerezte meg. Ingyen mossa az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. A társasházi nagy hulladékgyűjtő edényeket. Arra kérik a társasházak lakóit, hogy október 3-án és 4-én helyezzék ki azokat közterületre. Ilyen 660.100 literes hulladékgyűjtő edények mosását vállalta át az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Alapvetően egy érvényben lévő emberi erőforrás minisztériumi rendelet szerint az ingatlan használók dolga gondoskodni a társasház lakói által használt gyűjtőedény időközönkénti tisztításáról, illetve karbantartásáról. Ez a kötelezettség az edények nagyobb mérete miatt a társasházban élők számára nehezebb feladat. Éppen ezért ezt a nehézséget az önkormányzat észlelve, a felelős alpolgármester, Bojtól alpolgármester úrral egyeztetve az önkormányzat ebben az évben átvállalja ennek a költségét a társasházi lakosoktól. A kukákat október 3-án és 4-én tisztítják a cég által megbízott szakemberek Orosházán.
az idejében egy kedvezőbb lehetőséget tudtunk kiharcolni, köszönhetően ez a DAREK társulásnak, és ezáltal úgy nagyságrendileg 800 és 1 millió forint körüli összegért tudjuk ezt a mosatást a város egész területén elvégezni. Arra kérik a társasházi lakókat, hogy ezeken a napokon az ingatlanon belül tárolt gyűjtőedényeket is helyezzék ki a közterületre. Orosháza ifjúságpolitikai koncepciójának részeként ültek össze szeptember 26-án a Diáktanyán a városi iskolai diákönkormányzatok képviselői. A találkozón az önkormányzatok működését ötleteik megosztásával segítették elő a jelenlévő diákok és pedagógusok. Orosházán 2017-ben indult a városi ifjúságpolitikai koncepciója, melynek részeként szeptember 26-án a Diáktanyán ültek össze az iskolai diák önkormányzatok képviselői és pedagógusaik. Ennek célja az, hogy egymás működését tapasztalatcserével, ötleteléssel segítsék, illetve külső segítséget is szoktunk hívni ennek érdekében. A rendezvény meghívott vendégeként Mikó Roberta, az Új Nemzedék Központ Békés megyei ifjúság szakmai koordinátora, és Zsótér Mária, a Békés Csabai Táliber közösségi alapítvány képviselője segítette a fiatalokat. Én úgy gondolom, hogy jó úton haladunk, és mindig van hova fejlődni. Természetesen nem várjuk el azt, hogy a diák önkormányzatok és a gyermek és ifjúsági önkormányzat között tökéletes kapcsolat legyen, de mi törekszünk arra, hogy az esetleges konfliktusok megoldódjanak. A résztvevők bemutatták az általuk képviselt iskola diák közéletét, külön kiemelve az intézmény erősségeit, de kitértek az esetleges gyengeségekre is. Azokra a témakörökre, melyeken még érdemes lenne javítani. A Budapesti Operettszínház művésze Simon Boglárka volt a Terefere elnevezésű programsorozat vendége szeptember 25-én. Az esten szóba került többek között az énekes Orosházán töltött gyermekkora is. Kényelmesen próbáljanak elhelyezkedni. A Terefere műsor vendége és B. Imre Julianna beszélgető partnere volt szeptember 25-én Simon Boglárka, a Budapesti Operettszínház művésze. A rendezvény célja, hogy az itt élőknek elhozzák azokat a neves szaktekintélyeket és művészeket, akik kötődnek Orosházához. Azért ráesett a választásunk, mivel orosházi születésű hölgyről van szó, aki a fővárosban, ugye a Budapesti Operettszínházban játszik már, hál' Istennek sikeresen évek óta. Becsületesség, jó szándék és szeretet. Simon Boglárka elmondása szerint ezek a legfontosabb tulajdonságai, amelyekkel eljutott álmai megvalósításához. Nagymamája mellett kezdte bontogatni szárnyait. Nagymamám a Liszt Ferenc alapfokú művészeti iskolában tanított, mint zongoratanárnő, és rengeteget jártunk ide karácsonykor erre az Énekel a család hangversenyre, és már akkor fellébegettem vele, és hát nagyon megtetszett az énekelgetés, és szerintem már ott elkezdődött ez a gondolat bennem, hogy ezzel szeretném majd folytatni a továbbiakban is. Érettségi után a Színművészeti Egyetemre szeretett volna felvételizni, ami nem sikerült. Elkeseredett, de ma már nem bánja, hiszen később meghívták a Budapesti Operettszínházba egy főszerepre. Az első nagy szerepem az a Vámpírok bájában volt a Sarah. Ez egy a női főszerep a badarabban, és igazából már 5 éve éltem Pesten, és dolgoztam, és kisebb darabokban is, vagy kisebb szerepekben is részt vettem, de ez volt az első ilyen átütő szerepem, aminek köszönhetően az Operettszínházba is utána felfigyeltek rám, és egyre több lehetőséget kaptam. 5 órakor kezdetét vette a kötetlen beszélgetés, amelyet Simon Boglárkáról készült videók tettek színessé. Közben forró teával és süteménnyel kínálták a résztvevőket, majd az esemény végén kérdések feltevésére is lehetőség nyílt. Hagyományőrző népdalköri találkozónak adott otthon szeptember 22-én a Petőfi Művelődési Központ. Az eseményt az évtizedek óta az intézményben működő Bokréta Népdalkör szervezte. A cél az volt, hogy közös éneklésre hívják a környékbeli dalköröket, ápolva népdalkincsünket és erősítve a baráti kapcsolatokat. Mint az Baranyai Ilona, a Művelődési Központ kulturális csoportvezetője elmondta, a Bokréta évek óta szervez hasonló alkalmakat. Ezeken minden résztvevő csoport bemutatja a műsorát, amelyet közös ebéd, valamint táncos mulatság követ. A szombati rendezvényre 11 dalkör gyűlt össze, legtöbben, köztük a rendezvény megnyitó tánccsoport Hódmezővásárhelyről érkeztek, de bemutatkozott egy citerás házaspár és az orosházi dalkört erősítő Z. Konkó Julianna költő, aki verssel örvendeztette meg dalos társait.
A többszörös aranyminősítéssel bíró Bokréta vezetője Szemenyei Józsefné elmondta, január óta szervezik a rendezvényt, amelyen a palicsi dalosok személyében idén először határon túli szerbiai vendéget is köszönhettek. A résztvevők mindannyian szívből szeretik és őrzik hagyományainkat, fontos küldetést teljesítenek azok továbbadásával. A tapasztalatcsere mellett éppen ez volt az egyik fontos célja az idei találkozónak is. Híreink végén lássuk még egyszer a legfontosabbakat röviden. A közlekedők régi vágya teljesült, felújították az Aradi utcát. Butángáz ömlött ki katasztrófavédelmi gyakorlat orosházán. Az Operett Színház művészével beszélgettek, Simon Boglárka a Terefere vendége. Ez volt az Orosházi Városi Televízió szeptember 28-ai pénteki hírműsora. Friss hír összefoglalóval kedden jövünk legközelebb, addig olvassák az Orosz Café friss híreit. Én munkatársaim nevében megköszönöm megtisztelő figyelmüket. További minden jót kívánok a viszontlátásra!